Na, úgy tűnik, elindult a felvétel. Szerbusztok, csapó egy. Na, kérem szépen. Hát jó reggelt kívánok. 7-es óra, 15 perc van. És hát ilyen reggeli etitűd lesz. Hát a videó címe az nyilván, hogy sokatoknak majd ilyen, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy egy húha, nem tudom mi van a háttérben című gondolatot fog ébreszteni. Hú, de forró. Vagy ezt még be kell tegyem fűni valamivel. Valamivel, ugye? Pedig már nem most csináltam meg tényleg. Na hát, még vagyok borotválkozom, meg minden, tehát már így azért én nem most keltem fel. Nem baj, betetszik ülni a teát a vízbe. Addig kibogyózom a bagyókat. Remélem befér. Ó, prima. Szóval, hát kérem szépen, leszámítva azt, hogy ezektől a nyársfa virágoktól, amik így finoman szóval offenzívát indítottak a háztartásunk ellen, és most már napi szinten kell porszívózni. Hát kérem szépen, engem mindenféle, ezt leszámítva, engem mindenféle nyavaja megtalál már az idén. Hát ilyen betegség, meg mit tudom én. Hát én ennyi dögrovásom már összességében régen voltam. Hál' Istennek, ez mi volt? Na, az egyik szobajtok becsapódott, de hát nem bírják a húzatot, hát itt becsuktam, és akkor itt nem lesz húzat. Na. Úgyhogy pedig higgyétek el, hogy szedek C-vitamin, vitaminokat, az Isten tudja már mi mindent. És egyszerűen, mintha ezek tökre hasztalan dolgok lennének. Hát itt van, nézzétek, itt van például egy 100-as C-vitamin, nem olcsó típusú C-vitamin, ezt azért hangsúlyozom. Hát tabletta, de hát én abban hiszek inkább, tehát nekem ezek a folyékony alapú dolgok. A C-vitamin az amúgy is vízben oldódó vitamin, úgyhogy gyakorlatilag iszol rá egy csésze teát, akkor már szinte ki is ment. Na szóval, kérem szépen, tegnap reggelre lett egy szép kis herpeszem is, számom. Most borotválkoztam, hát mint a híves tojásért egy körbe-körbe, mert bitamból tud fájni. Na, hát nem tudom, akármilyen gondolkodok, tavaly ilyenkor, hát én kis tudulásra olyan voltam, mint a Mak, érted, mint a Mak Marci. Tehát így nem mondanám, illetve akár gondolkodok, nem voltam ilyen beteges, tehát így egész jó el voltam. Hát úgy teltek a napok, nem mit tudom én, tehát nem mondanám, hogy rettentően kilógtam az egészségemmel tavaly ilyenkor. De most az idén, hát valami katasztrófa. Tehát most már tényleg nem tudom, mi minden talált meg. Hú. Egyszerűen, én nem tudom, hogy egyik év szar, az egyik év olyan, hogy az ember tényleg kukába dobnál kinek szívesebben, a másik év meg úgy hát, hogy aránylag elmegy. Aránylag, de hát na mindegy. De tehát nem mindegy, csak már úgy idáig vagyok ez a sok mindennel. Egyébként nem csak én, hanem gyerekek is, mit tudom, mindenki lapszizik többé-kevésbé, többet-kevesebbet. Úgyhogy ez nem egy egyedi jelenség. Jó, persze ez nem vigasz, ugye, de szóval a helyzet, hogy azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6 féle bolyót szedek. Hát ennek a fele vitamin egyébként, csak ugye már úgy elegem van ebből is egy kicsit. Ebből a
vitaminnal válj, és akkor hiába szeded őket, ugyanolyan beteg vagy. Én nem tudom, tehát ez a rohadt külföldi karházi, akik ide bejönnek ebbe a tetves országba, én nem tudom mi a felének, nem tudom mit várnak itt, mi lesz. Én nem hiszem azért, hogy Magyarország olyan kurvára érdekes lenne. És jönnek, érted? Hozzá kell neked a mindenféle ilyen import, jól mondom, mindenféle ilyen import betegségeket, és akkor csodálkozom, hogy dögrováson vagy, érted? Szerintem a kamera a plafon nézi. Na, azt tudom, hogy kezd beállítani komolyan. Poros volt a kamera, komolyan mondom, poros volt. Ne kellett töröljen, mert egyszerűen már olyan ritkán használom. Várunk egy kicsit, amíg küld a tél, hogy be tudjam menni a bogyeszeket. Hát addig a reggelnek a többi szekcióját előkészítjük. Van ilyen fasz a kis hotdog kifli. Tulajdonképpen abszolút klasszikus reggelit készítek. Na, szóval, hát ez számítva a nyűgyeimet, hogy egyébként ilyen hagyományos zsemlét, nem is tudom. És bontsam meg azt a csomagot. Az a baj, hogy az tovább, illetve nem baj, az tovább beláll, ez viszont hamarabb kiszárad. Na mindegy, eszünk ezt is, azt is. Na. Csak egy, ebből baromi kevés. Az a helyzet. Szóval hát a videó címe láttál, nyilván ugye felmerül bennetek a kérdés, hogy gondolom én, naivan, felmerül bennetek a kérdés, hogy hát most akkor mi van? Tehát, hogy nincs több videó egyáltalán, meg egyebek. Na. Hát egy kicsit ugye erről beszéljünk. Hát igazából az a helyzet, hogy nagyon-nagyon sok mindenről kéne beszélni, meg lenne jó beszélgetni. Így nem csak reggel, hanem úgy általában napközben is. De egész egyszerűen, hát én nem tudom, az idén gyakorlatilag tavaly nyártól valahogy valami úgy, nem tudom, a csillagállás, vagy az Isten tudja mi minden, nem igazán kedvez a videózásnak. Azt leszámítva, hogy a YouTube-ra egyébként nagyon sok ismertebb YouTuber is eltűnt. Vagy beleuntak, vagy belefulladtak a dögunalomba, nem tudom, megmondom őszintén. De nagyon sokan. Tehát nagyon sok. És nagyon sok unalmas, rémunalmas csatorna van egyébként. Hát az enyém is valamelyest ezek közé tartozik. Van önkritikám, szóval azért tudom én azt, hogy nem valami jó, de azt a rohadt érdekes ez a csatorna. De hát az ember ugye csinálja, mert vagy hát csinálgatja, mert hát most ha már az ember ezt is úgy megvonja magától, akkor már tényleg mi maradt? Érted? És az a helyzet, hogy kicsit hát ugye elgondolkodtam az utóbbi időben ezen, hogy mit is kéne csinálni ezzel a YouTube csatornával, mit is kéne csinálni, mert látom azt, hogy hát finoman szóval vergődik a csatorna, igazából most már nem akarom még százszor elmondani, hogy csatorna. Ez egy kicsit úgy vergődök, tehát úgy nem találom a helyem, nem tudom, az idén valahogy úgy nem. Nem tudom, tehát úgy, hát úgy, ne. És igazából arról van szó, hogy nem szeretném azt, hogyha ilyen
túlzottan tematikus csatorna lenne az egész, és én gyakorlatilag azokat a klasszikus közlekedéses videókat abba hagyom. Tehát befejeztem. Nem látom értelmét annak, hogy fél napokat utazzak, és akkor egy 20 perces viszonylat, és akkor ott a két, tehát a kiinduló állomás, meg az érkező állomás között egy ilyen őrült száguldás, állandóan a kritika érte, hogy ez milyen szar, így, meg úgy, meg amúgy. Csak sokan ezt még nem értik meg, hogy ez nem rajtam múlik igazából. Úgyhogy én úgy döntöttem némi gondolkodás után, hogy én ezt a klasszikus közlekedéses videókat abba hagyom. Tehát nem lesz több ilyen dolog. Nincs bennem semmilyen rossz érzés ezzel kapcsolatban, és nem azért, mert bárki engem erre kényszerített volna, vagy bárki befolyásolt volna ebbe. Ez abszolút az én saját döntésem volt, és az én elhatározásom volt, hogy ezt így ebben a formában megszüntetem, mert egész egyszerűen nincs értelme ennek az őrű száguldásnak. Úgyhogy hát nem lesz több olyan videó, úgyhogy ne is várjátok ezeket a videókat. Ez van. Néha van olyan, hogy valamit váltani kell. Szeretnék az igazság, hogy kicsit úgy, tehát nem egy tematikus csatorna lenni, hanem egy olyan, ami jön. Hát így, ha kell ez a reggeli szövegelés, vagy mit tudom én, viszem magammal a kamerát, vagy mit tudom én, és akkor ha van valami olyan érdekes, akkor vagy olyan, amiről úgy gondolom, hogy az megér annyit, hogy egy filmet készítsek róla, nem olyat, nem. Bár olyat készítenék, az meg, már jobban élnék, azt tudni. Mindig gondoljon mindenki, amire gondol. Szóval, hanem csak úgy, amit az élet ad, érted? Tehát nem az, hogy most közlekedéses izé, meg mit tudom én, és akkor ott a 12-13 évesekkel ott izéni, hogy lögdösönni, meg nosztalgia járat, meg mit tudom én, és akkor nem tudják az emberek, hogy kell viselkedni, nyílt nap, meg mit tudom én, és akkor mindenki, mint a zavart idióták, rohangálnak ide-oda. Nem, kösz. Szóval én nem. Úgyhogy azért mondom, hogy nem fogok beállni abba a sorba, nem akarok 257. lenni ugyanazzal a témával. Értitek? Tehát annyi önjelölt, hát bocsánat, ezt mondom, de tényleg, annyi önjelölt kisköcsög van már a YouTube-on, hogy az ami elképesztő. És most bocsánat, hogy ennyire kritikusan beszélek, de tényleg, tehát annyira úgy érzik, hogy igen, én meg tudom magyarázni, én mindenre találok magyarázatot, egy kurvára értek ez az egészet, mit tudom én, igaz, hogy még soha semmi ilyesmit nem csináltam amúgy, meg amúgy fogalmam sincs, hogy mi, de a Wikipédián meg a nem tudom én még hol, még találtam izét infót erről, és akkor fú, de kurva érdekes, mit tudom én, én nem állok be ebben a sorba, tehát én valahogy besokaltam azzal, hogy tele van ilyen tizenévesekkel ez az egész nyomorult YouTube, és valami, és nem tudja hányan csinálnak már ilyen közlekedéses videókat, mondom ilyen kis önjelölt szakértők, és akkor én is álljak be így 41, hát gyakorlatilag 41 éves fejjel így a tizenévesek közé. Szóval, gyerekek, legyen már. És ráadásul ezeknek gyakorlatilag semmi dolgok nincsen, a Júcia Buci megvette neki a kamerát, vagy jó esetben, pozitívabb esetben, akkor valami munkával összegyűjtötte rá a pénzt, azt megvette, és akkor azt hiszi, hogy jó a fasz a gyerek, mert fölült egy villamosra, és akkor úgy de fasz a videót csinálok, és akkor össze-vissza rángatja a kamerát, érted? Nincs egy fix pont, gyakorlatilag, hanem van egy ilyen teljesen koncepciómentes ilyen kacsfasz, és akkor érted? Egyszerűen, és akkor kikiáltják magukat, mondom ilyen szakértőnek. Szóval nem. Én nem állok be ebbe a sorba, úgyhogy azért mondom, hogy én ezeket a videókat likvidálom. Tehát ami van idáig a YouTube-on, azt meghagyom.
Tehát nem töröm le, nem lesz le törve nyugi, már csak azért sem, mert kurva sok melón volt vele. De nem lesz több ilyen. Tehát itt ezt most szeretném hangsúlyozni, hogy a csatornát tulajdonképpen, hát hogy is mondjam nektek, tulajdonképpen szeretném azt, hogyha a csatornám valamelyes független csatorna lenne, és nem lenne beskatujázva, hogy egyik van a téma. Tudom, hogy nem vagyok ilyen tech guru, meg mit tudom én, de engem roppant mód érdekel például a mobil, a különféle ilyen ezzel kapcsolatos témák. Tehát én nagyon szeretnék például ilyen teszteket csinálni, meg ilyen bemutató videókat, meg stb. Tehát egy kicsit más irányba is elmenni, egy kicsit nyitni úgymond a világ felé. Tehát nem ez a közlekedéses videó, és akkor búúú, jön a boost, búúúú, és akkor fölveszek mit tudom én 88 húszt egymás után, és akkor fú de fasza. Érted? Tehát így nem. Tehát én nem. Meg amúgy is annyira ideges és stresszes világban élünk, hogy a legtöbb ember agresszív, idegbajos, kicsit én is, megmondom őszintén, tehát most már így ez a sok betegség, mert mit tudom, hogy megtalál engem, hogy nagyon idáig vagyok vele, tényleg. Úgyhogy én azért döntöttem úgy, hogy ezt a fajta videózást én abba hagyom. Én nem fogok lögdösödni itt ilyen bonyatankos öregasztanyokkal, meg mit tudom én. Ezt, tudod? Ezt. Fókusz. Abrakadabra azt. Tehát én biztos, hogy nem. Úgyhogy, hát kérem szépen, lehet ezzel kapcsolatban persze leírni a véleményeket, de nem fogok ilyen közlekedéses videókat csinálni. Azt eltettem úgy, így a fejemben, egy ilyen mellékvágányra tulajdonképpen. Hát az ember ugye változik, tehát én is változok, az én érdeklődési köröm is változik. Bevallom őszintén, hogy annak ellenére, hogy most látjátok, hogy a pólóm is ugye ilyen póló, nem az, hogy nem érdekel. De szeretném ezt, hogyha foglalkozok is ezzel valamilyen szinten, akkor ezt kvázi kultúráltan csinálni. Tehát érdekesebbé tenni ezt az egészet, és nem úgy, hogy közben szanaszéjjel rúgdosan meg lögdösnek az utasok, meg mit tudom én. Úgyhogy azért mondom, hogy ennek én nem látom sok értelmét, hogy ezt folytassam, sőt gyakorlatilag semmi értelmét nem látom. Mondom, ezt a döntést én abszolút saját magam, saját elhatározásomból, saját kútfőmből találtam ki, hogy befejezem ezt a fajta közlekedéses videókat, tehát nem lesz több. Ami volt, az volt. Hát az ember ugye próbálgatta saját magát, meg hát próbált ugye olyat csinálni, amiben örömét lehet. Hát most már az utóbbi időben nem lehetem benne semmilyen örömmel, mert már csak azért sem, mert nem csináltam. Érted? Ez az egyik oldal. A másik oldal az, hogy ülő. Annak idején igen, sokat szapultam a 66-os buszt, hogy milyen szar, meg így meg szar, meg úgy meg szar. Egyébként, hát hogy mondjam, boldog-boldogtalan, az összes lét, gyakorlatilag a járatoknak a 20%-a, 20-30%-a bemegy most a Nagyvárad térre, ez a metropózsnás miatt. A 66-os bemegy szerintetek? Lófasz. Az megmaradt ugyanúgy a semmi és a semmi között gyakorlatilag. Gyakorlatilag a határút, ami most egy semmi. Tehát ott érdemben alig van most átszállási lehetőség. Tehát az, aminek a funkciója volt a 66-os busznak, ugye, hogy a metróra a ráhordó szerep, igazából hát az most teljesen egy hús, így eltűnt a fészkesbe. Úgyhogy, hát, ja. Az már az megint kimaradt. Tehát
lett itt 223M, meg mit tudom én, ilyen teljesen megfoghatatlan járat, például az a 223 a Szentlőrinci úti lakótelepről indul, gyakorlatilag végigmegy így Pesterzsébeten, ugye Boráros térről, de hát véletlenül sem érint metrót, tehát mi ebben a metropornó, nem tudom. Nagy büdös rosszal. Parasztvakításra szokták mondani. De van metrópontó. Igen, és a sorolva a metró. Sehol bazd meg. Mindegy. Tehát magyarán szeretném azt, hogyha a csatornám kicsit nyitottabb lenne, kicsit érdekesebb lenne, kicsit több mindennel foglalkozna, bár áron tartanék még egyelőre így épít, bocsánat, csak ez a nyárfa virág, ez rettentő, arrogáns leszek már, igen, de rettentősen allergiás vagyok rá, az igazság. Tehát gyakorlatilag össze-vissza trüsszögöm magammal, mint kimegyek. Úgyhogy, na, megcsíted a tűgő között, ennyi. Egyébként, hát tulajdonképpen megtiszteltetés, hogy kaptam egy kommentet, már nem tudom melyik videóm alá, valahogy összom sincs, megmondom őszintén, Erdélyből kaptam egy kommentet, egy kedves nézőmtől, ezek szerint nézőmtől, hogy ez az ő ötlete volt egyébként, tehát nem fogom azt mondani, hogy az én ötletem volt, és nem. Ez nem az én ötletem volt, hanem én erre úgy elkezdtem úgy vakargatni a fejecskémet, és azt mondtam magamban, hogy így, nem szoktam, hogy magammal beszélgetni, tudjátok, az ember néha rászorul. Tudjátok, ez azért az átosztály, hogy bejön a sok hülye onnan kintről. Jófi Gézát idézem. Ja. Igen, hát néha már így vagyok egyébként sok mindennel. Tehát így, Szóval nem az ötletem volt, de ellenben kaptam egy jó ötletet. Ami abból áll igazából, illetve hát az az elképzelés ennek az illetőnek, akárki is legyen ő valójában, hogy csináljak egész egyszerűen ilyen várost, bemutató videókat. Ami nem ilyen, mondom, tehát nem ő írta, hogy, tehát nem ő szavazta le a közlekedéses videókat, hanem én döntöttem, úgyhogy tényleg ennek semmi értelme nincs. És ilyen város bemutató videókat. Tehát, hogyha van valami aktualitás, vagy érdekesség, vagy egész egyszerűen csak egy város részben valamit szeretné bemutatni, akkor azt hát bemutatom, és akkor itt van ez, ezzel és ezzel a járattal érhető el, és ezzel már tulajdonképpen valahol a közlekedéses videóknak egy százaléka vissza is tér olyan értelemben, hogy beszélek róla egy kicsit. De nem ülök fel a járműre, nem fogok ott nyomulni, mint az őrült, meg ott nyomorogni, és akkor jaj, bocsi, és akkor nem. Hanem kicsit egy ilyen kvázi majdhogy nem turisztikai filmeket készíteni. Én erre úgy azt mondtam így magamban, tudod, hogy ez egész jó ötlet. Ez tetszik. Tehát hogy ebben úgy látok fantáziát, látok még spirituszt ebben a dologban. Minden mellett mondom, tényleg szeretnék egy kicsit úgy jobban, tehát így bizonyos értelemben több mindent csinálni, tehát kicsit ugye ezt ilyes a spektrumon mozogni, úgymond. Köszönöm, beleszem a bagyóba, bocsánat. Tehát mi kell kezdeni, bocsánatod, de basszus, nem beleszem a vitaminokat, hát most nagy ügy. Na. Szóval... Egyszerűen nem bírom már mindet. Régen le tudtam nyerni ennyit egyszer, de most már nem megy.
mit szoktam ilyenkor mondani, de szomjas voltam, de tényleg az voltam. Molyolgattam már egy kicsit reggel, de majd még egy ilyen lazabb porciózáshoz megejtek majd, mert hát finoman szóval ez a nyárfa pöhöly, ez valami rettetesen betámad. És nagyon idegesítő. Úgyhogy hát nem akarok én eltűnni a YouTube-ról teljesen, de az igazság, hogy tényleg át kellett gondolnom sok mindent. És ez mondom, tényleg nem azt jelenti, hogy ezt most úgy teljesen végleg abba hagyom, de egész egyszerűen be kellett látnom a korlátaimat. Tehát, hogy mire vagyok képes, mit tudok megcsinálni, mit miből tudok kihozni, etc. Szóval el kell gondolkodjak, na, ezen az egészen. Nem tudom most kihúzni a kamerát, töltőn van, mert olyan ritkán használom, hogy lemerül állásába. Ugye most volt a gépbe, beleraktuk ezt a öntisztító zselét, csak előtte a szűrőket kicsit kipucolva, mert csak a kamerát nem tudom magammal hozni, tudjátok, mert most ha kihúzom, akkor megszakad a felvétel. És ott ne kelljen már 600-tól vágnom. Na. Így egy kicsit. Jó? Na. Ja. Szóval ugye a szűrő. Ez a finom szűrő, de ez is két részből áll. Így szét lehet szedni. Hát valamit jól lehet húzni. Ez gyakorlatilag sima forró vízzel kell megejteni. Egy ilyen kefe segítségével. Bírom a forró vizet, mi? Hát, legyen egy gyerekek, hogy én már mi minden kibírtam. Képzeljétek, hogy az egészségügyben volt, hogy 180 fokos dobozokat fogdostak, bazd meg. Jó, hát nem sokáig. Csak úgy éreztem a lerejét, meg érted aztán. A sterilizából hoztam fel, meg mit tudom én, szóval azért mennyi mindent csináltam én, gyerekek? Ilyen forró víz. Figyfene! Az! Nem tudom mi ez rajta. Ilyen régen volt kiputolva. Nem baj, most kipucoljuk. Ugye ez két fázisból áll, ugye van ez a... Ez a szűrő pucolgatás. Na most ezt ezzel nem lehetne beakadni. Ezt ezzel a kivassal. Először csak így lazásan. Hát az le is jött róla gyakorlatilag. A forró víz miatt. És így szuper. Jó. Oké. Na, hát akkor ezt visszarakjuk. Meg a szűrőket is. Remélem, hogy sikerült leszednem róla a fizikai szennyeződéseket. Mert egyébként az nagyon veszélyes, szóval azért sokan ugye, hogy minden korszakban jött tabletbe elmúlva, de hogy most sem. Na, és akkor megtörlöm a kezem. Tulajdonképpen semmi olyan őrületesen nagyon érdekes mutatvány nincs ebbe. Egész egyszerűen üres járatban, addig kivesztük ezt az illatosítót. Hát, milyen olyan mérsékeltem van csak illata. Ja, így ide támasztom. És akkor elindítok egy 70 fokos programot.
is, hogy a belül az izé a fényesítő. Áj, én nem tudom, tegnap este, és mikor járattam, akkor is, akkor meg a só fogyott ki belőle. Elmondom, nem igaz. Mindegy, töltünk bele. Hát ez ilyen öblítő, fényesítő, mit tudom én, folyadék, elég sokáig elég, tehát azért, amikor itt váltottam ezt a tartályt, akkor azért erre nem nagyon kell ránézni. Tudom, egy kávé, két-három hétig biztos. Attól függ ezt, hogy mennyit használod. És akkor így mindenféle márkanév mutogatás nélkül majd ezt beleállítjuk. Úgy, hogy ezt a felső cuccot ezt levesszük róla. És akkor ebben majd kioldódik ez a mindenféle ilyen zsíroldó, meg tisztkötlenítő, meg nem tudom mi minden granulátum. De először hát elindítjuk, és az előmosást azt hagyjuk, hogy megcsinálja. Azt figyelni kell, ezt szóval szerint fülelni kell majd, hogy mikor van vége. És amikor elkezdődik a főmosás, most csak akkor tesszük bele. Ezt a döntjöt, mert ha most ezt kioldaná hideg vízzel, ugyanis az előmosás az hidegvizes, értitek? Annak, hát hogy mondjam, sok értelme nem lenne. Gyakorlatilag semmi. Na, úgyhogy ezt is megejtjük. Egyébként most már a mosógépekhez is lehet kapni ilyen hasonló dolgot. Végre valahára. És akkor így talán hosszabb ideig megőrzik az idejüket. Na, hát aztán bevettem a bogyeszeket, beszéltem itt nektek kicsikat bogarat, úgyhogy hát ezt összevágom ezt az anyagot, és hát így kívánjátok nekem jobbulást, mert tényleg nagyon rám jött a dögrovás, tehát itt mindenféle bajom van, úgyhogy pedig ma délután apai teendőim is vannak, tehát jócskám, fú. Már most fáradt vagyok, Istenem, jaj! De mindegy, reméljük, hogy eljutunk odáig, mert mondom, a fél család köhög, püszkölök, meg minden. Úgyhogy, na hát szóval ezt elkezdem így összevaglósni, hát sokat nem kell vaglósni szerintem. És akkor megreggelizek, kicsit így porszívódok. Aztán majd remélhetőleg hát nem tudom vele, nem tudom, annyira esős időt mutat egyébként most, ameddig a szem ellát, hogy arról most abszolút nincs esély, hogy kimenjek így forgatni, mert mondjuk momentán nem esik, de látom, hogy ott már tiszta felhős minden, tehát szerintem lehet, hogy Pesten másik is az eső, ki tudja. Hát holnap már biztos szakadni fog az eső. Utálom, kudu utálom. Meg hát tavaly jobb volt az idő, na. Szóval egy szál rövid nadrágba, szandába, vagy illetve ilyen kínai papuzsa, meg egy szál pólóba rohangáltam. Most még mindig nem tudtam eltenni a téli kabátom, bakker. Itt van május közepe, és még mindig ott lóg a téli kabát. Érted? Tehát tiszta agyrém, komolyan mondom. Na mindegy, nem is ideges beleteget már ezzel. Úgyhogy hát szóval ez van, valami véget ér. Remélhetőleg valami új kezdődik majd. Na. Hát ez van. Kíváncsian várom a véleményeteket egyébként, de nem. Tehát olyan videó már nem lesz többet, úgyhogy ez most már végleges döntés. Ez 100% hogy nem csinálom több olyan videót. Kicsit más. Másfelé szeretnék nyitni. Mondom, szeretnék ilyen technikai jellegű videókat is készíteni. Engem nagyon érdekelnek ezek az új mobilok, meg ezek a technikai kütyük, meg mit tudom én, úgyhogy szeretnék valamilyen irányba is kacsingatni egy kicsit. Na. Köszönöm a figyelmet. Hát szép hetet kívánok mindenkinek akkor. Na. Ciao. Béke.